Alekszejev csúsztatja meg a labdát, Balázs Benyámi lövését Báló blokkolja, Alekszejev ismétel, Perik pedig belekotor egyet, és a labda ismét a hálóban táncol. 2-0, Perics ezzel a góllal már 7 találatnál jár, és ezzel vezeti a góllövő listát. Jól kezdi tehát a mérkőzést a kaposvári Rákóczi. Szafarics a cselek után Balázshoz passzol, aki bomba gólt lő a hosszú felső sarokba. 3-2, megint vezet a Rákóczi. Balázs első találatának örülhetett. Majd a hajrában a 86. percben a gólszerző Balázs betör a 16-oson belülre, és ott Gévai Zsolt csak szabálytalanul tudja megállítani. Ez bizony 11-es. Nézzük meg tehát, mi történt a Kaposvár-Kecskemét mérkőzésen. A Kecskemét háromszor játszott a Kaposvár vendégeként, mind a három alkalommal vereséget szenvedett. A 22. percben jártunk ekkor, aztán lépjünk egy lépéssel tovább. 31. minutum, Balázs tört be jobbról, aztán Gulyics, ott a fejes, Német, és az ismétlés is kimarad. 37. perc, és ebben Német már benne van, vezet a Kaposvár. Gyögye az, aki kifejeli a labdát, megnézhetjük még egyszer. Az 21-es válogatott Balázs Benyamin lendíti a lábát, Német pedig bevédi. Egy újabb kaposvári lehetőség. Kulcsár beemeli oda 16-oson belőre, Szabó játékvezető pedig a 11-es pontra mutat. Balázs sarkára rálépett forró. Nézzük Kraszul Károly büntetőjét. A 63. percben beakad a labda a kapuba.